Ismertté váltak a 2013. szeptemberében induló képzésekre jelentkezők adatai. Az Eszterházy Károly Főiskolára több mint 7000-en adták be jelentkezésüket, azok száma, akik első helyen jelölték meg az intézményt, meghaladja 2000-et. A jelentkezők száma az országos átlaghoz hasonlóan 20%-kal csökkent, a csökkenésnek több oka volt. Nem jelentek meg a felvételi tájékoztatók időben, a mesterképzésről egyáltalán csak az interneten lehetett tájékozódni, az alapképzések, illetve azok, amelyek az érettségizőket érintik, február közepén jelentek meg a könyvesboltokban, a jelentkezési határidő március 1-ig tartott. Kalóné Szűcs Erzsébet hozzátette, az új jogszabályok, a tanárképzés átalakítása és egyéb változások miatt sok bizonytalanság alakult ki a továbbtanulókban. A főiskolára legtöbben a pedagógus képzési területhez tartozó szakokra jelentkeztek, a tanárszakok közül az angol, a matematika, a földrajz és a testnevelő tanárszakok a legnépszerűbbek. A főiskolára jelentkezők több mint 80%-a állami ösztöndíjas képzést jelölt meg első helyen. Változatlanul népszerűek a gazdaságtudományi szakok, pedig bizonyos szakokon az állami ösztöndíjas képzésekre akár 450 pont feletti ponthatárt kell elérni. A sajtótájékoztatón beszámoltak az április 23-a és 27-e között megrendezett 10. EGRI főiskolás napok rendezvényeiről is. Fellép többek között a Republik 67, a Bikini, a Kerekesband, de az esti koncertek mellett napközben is válják programok a fiatalokat. Vannak most Mendelgini és tanácsadó iroda szervezésében olyan elő adások, ahol az időbeosztás lehet, karriertanácsadást, vagy akár a szabadidős programokra egy ajánlatot, vagy nyári önkéntes munkára választási lehetőségek közül körbenézhetnek a hallgatók. A sajtótájékoztatón szó esett még a főiskola botanikus kertjének 2015 tavaszára tervezett helyreállításáról és az intézmény sporteredményeiről is.